A tűzesetet bez a Malvina a leégett ház tulajdonosának a szomszédja vette észre. Elmondta, hogy a fia sietett át megnézni, hogy épségben kijöttek-e a házlakói, ugyanis egyikük egy korábbi baleset miatt csak mankó segítségével tudott járni. Én hittem a rendőröket, azok ütték a tűzoltókat, és akkor itt én felülem mentek, engedtük be, mely a tűzfészek erő volt a szobába és akkor itt voltak egész éjszaka, majdnem a tűzótok. A tűz okozta kár felbecsülhetetlen, a ház teljesen lakhatatlanná vált, mondta Komáromi László, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke én kigyüttem egyik autóval a fiúkkal, kigyüttem a legényekkel, mikor megláttam, hogy mekkora, meg nem bírjuk, akkor a másik autónkat is, meg azt közben szóltam a hivatásosoknak is, akik már akkor úton voltak, mert valaki már szólt nekik, és kigyüttünk mind kettővel, még ők kettővel, négy autóval, négy autóval, voltunk itt, olyan fél hétkor értek ide a legényekkel, és kilenc órakor pakoltuk össze a, a, a szereket, de a hivatásnak itt maradtak egy autóval, mert kettel, azok itt muszáj maradni, ugye, mert ilyenkor, amikor a plafon ég, akkor ez sokáig bír, sokáig bír égni. Itt maradtak, egész éjszaka, másnap délelőtt kigyűjt egy tűzoltónka, a milyen az önkéntesektől le ellenőrizze, és aztán beszéltem vele, mondja, hogy igen, visszagyulladt a plafonnak egy része, de ügyasztott maga, mert olyan kicsi volt, hogy elbírta óta. Az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke hozzátette, hogy a tűzokát egyelőre nem tudták megállapítani.